A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, sokat szorra ismétlem önmagam, Székesfehérvár a királyok városa, bizony a sport egyik első számú városa hazánkban, és ez nagyon-nagyon jó érzés minden sportrajongónak, mert ráadásul meg annyi sportág képviselteti magát a legmagasabb szinten. Most viszont szintet lépett a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia is, hiszen a városháza dísztermében ugye volt egy fogadás az frissen NB1-be, az első osztályba jutott csapatot fogadta Cserpakovics András polgármester úr, mi is beszámoltunk róla, hiszen a női kosárlabda csapat hosszú-hosszú idő után az első osztályban szerepelhet ebben a bajnokságban. Vendégem pedig Matus Gábor, tisztelettel köszöntelek, aki ügyvezetőként, sportigazgatóként nagyon sokat tett azért, hogy ez a csapat 2015 óta ilyen szintet lépjen legalábbis most, és ráadásul utánpótlás szintből elindulva most már az első osztályt képviselitek. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket. Én természetesen emlékszem arra az időszakra, hiszen azért szerintem minden kosárlabda rajongó számára felejthetetlen, ami veletek történt 1999-től, ha úgy tetszik. Aztán viszont te maradtál, ami egy rendkívül fontos időszak mindenféle értelemben Székesfehérvár sport életében is. És nem csak azért, mert a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia a jövőt, hiszen minden korosztályt neveltek, sokkal inkább azért, mert hogy ismert és elismert voltál, és szakmailag azt mondom, hogy azt a szintet képviseled, ami aztán egy olyan jövőképet biztosít, ami jelenleg ugye most itt az első osztályban bizonyosodott be. Hát igen, ugye nekem a pályafutásom után ugye ez az út, ez az edzői és vezetői út valahol megmaradt itt Fehérváron. Játékosként sem mozdultam el Fehérvárról a budapesti honvédos egyéves kitérőtől eltekintve. És én nagyon szerettem volna azt, hogy nekem, mint fehérváriként megvolt az az élmény, hogy háromszoros bajnok lehettem játékosként. Én nagyon szeretném azt, hogy a Fehérváron és az akadémián nevelkedő gyerekek közül minél többnek legyen ilyen élménye, mint nekem volt, vagy mint nekünk volt abban az időben. És ez tulajdonképpen a női kosárlabdára vetítve is, de ugyanúgy a férfi kosárlabdánál is, mind a két szakágnál ugye fontos az. Az, hogy a női kosárlabdába eljussunk egy ilyen szintre, ahhoz nyilván fel kell jutni. Ahhoz, hogy a férfi kosárlabdánál eljussanak a gyerekek ilyen szintre, ahhoz adottak a feltételek, tehát ott megvan a lehetőség arra, hogy valakik az akadémián nevelkedettek, vagy a fehérvári utánpótlásban nevelkedett gyerekek közül elérjék ugyanazokat az eredményeket, mint annak idején, amiket mi elértünk. Így van, annál is inkább, mert azért volt múltja a női kosárlabdának is, hiszen Hegedűsné Túróczi Nóráikat nem feledhetjük, az én korosztályom pedig, hiszen mi együtt nőttünk fel középiskolában, Kalesdorf Erné Major Macával, Boksai Zsuzsa, ugye a testnevelés tagozatos osztályba járt, osztálytársam volt Szabó Bakos Judit, Szakmári Magdi és a többi, Csike Wittmanné, Zabó Erika szintén a Vasváriba járt, és egy remek testnevelő tanárnak is köszönhetően, tehát Sherman Lászlóról beszélek, remek eredményeket értek el a középiskolás bajnokságban, és ideje korán oda kerültek az Alba Régia építőkhöz, és egy remek NB1-es csapat született, aztán szépen lehanyatlott ez a korszak. Tehát soha nem volt nagyobb szükség, mondom én arra, hogy a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia a töpörtjüktől a nagyocskákig egészen a felnőtt együttesig kiépítsen egy olyan szakmai stábot, hogy a női kosárlabda elinduljon felfelé. Ez volt az alapvető szándék, hiszen azért tudjuk, hogy Kornél ráadásul a barátod volt, és a barátod most is. Igen. Alapvetően igen, ez a későbbiek folyamán, ugye alapvetően az akadémia alakulásakor tulajdonképpen a férfi kosárlabda volt a kirakat, tehát az volt a lényeg, hogy onnan nevelkedett gyerekek
jussanak el A-csoportos, akár válogatott szintig. És időközben ugye a női kosárlabda is elkezdett erősödni, ugye tisztában vagyunk azzal, vagy tudjuk azt, hogy a női kosárlabdának is nagyon komoly hagyományai vannak Fehérváron, egy kicsit visszamegyünk az időbe, amit te is említettél, az Alba Légia építőket, de előtte még volt a Videotonnak is női kosárlabda csapata, ha jól emlékszem, Magyar Kupát is nyertek, bajnoki negyedikek voltak, válogatottnak a csapatkapitányát adták Túróczi Nóra személyében, és nagyon-nagyon sok olyan játékos került ki innen Fehérváról, akik a későbbiek folyamán, miután az Alba Légia építőknél tulajdonképpen a fókusz átkerült a fiúkra, megmaradt az Ikarusz, és az Ikaruszból is ugye kerültek ki, ha jól emlékszem, nem csak A-csoportos játékosok, hanem válogatott játékosok, sőt, a Bérdes Timi személyében még Euroliga győztes játékos is került ki. Tehát nekünk ezt az utat a női kosárlabda irányába tulajdonképpen végig kellett úgy járnunk, hogy a legkisebbektől meglegyen az a lehetőség, hogy egészen a felnőtt A-csoportig el tudjanak jutni, és legyen előttük jövőkép, és legyen előttük példa, hogy van egy A-csoportos csapatunk, ahova a saját nevelésű játékosaink eljuthatnak. Ugye ez az út viszont párhuzamos volt a tiéddel. Krisztusi korban hagytad abba a játékot, 33 esztendős voltál, és legnagyobb meglepetésére a szurkolóknak legalábbis, azonnal másodedző lettél Farkas Sanyi mellett, ugye? És ez egy már is meghatározta azt a jövőképet, amit aztán gondolom megterveztél magadnak, de aztán jött a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia. Tudatos volt az, hogy a Kornéllal úgy döntöttetek, hogy felépítetek egy olyan rendszert, ami nem csak a női, hanem a férfi kosárlabdát is segíti? Tehát egy olyan jövőképet nyújt, ami meghatározza a sportág jövőjét itt Fehérváron? Alapvetően a sportvezetői ambícióimat akkor abban az időben még nem láttam. Én inkább a kispadon képzeltem el a jövőmet, és szerettem volna a későbbiek folyamán vezetőedzőként a klubnál dolgozni, de ez csak egy rövid időre adatott meg, és utána, amikor a Kornél ugye szerepet vállalt a fehérvári kosárlabda vezetésébe, akkor mi már úgy terveztük, hogy komoly célokkal indultunk neki, magának az akadémiának is, meg magának a felnőtt versenysportnak is. Tehát szerettük volna eljutatni a csapatot komolyabb szintre, tehát akkor abban az időben nekünk olyan céljaink voltak, még hogyha nem is mindenkinek és mindenhol mondtuk el, hogy szeretnénk a legmagasabb szintre eljutni. Aztán ez különböző okok miatt nem tudott megvalósulni, de leginkább az anyagi háttérnek a biztosítása itt a kosárlabdában, ugyanúgy, mint a labdarúgásban, óriási terhet róna az egyesületekre, és ez óriási a konkurenciaharc. És ebből a szempontból ez nagyon nehéz lett volna, és közben elkezdtük ugye a női kosárlabdát is felfuttatni úgy a múltra való tekintettel leginkább, és az, hogy a városban nagyon, továbbra is nagyon népszerű a sportág, hogy a női kosárlabdát a jövőben szintén megpróbálni a legmagasabb szintre eljutatni. Ez nekünk az első évünk lesz nyilván, és még nem tartunk teljesen ott, ahol szeretnénk, meg ami a célként előttünk lebeg. De én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk. Ez a feljutás, ez mindenféleképpen egy mérföldkő, hogy hosszú-hosszú évek után van Székesfehérvárnak egy felnőtt női A-csoportos csapata, és van egy olyan utánpótlás bázis most már lassan, ami ezt a csúnya szóval élek, akkor egy kicsit kiszolgálja ezt a felnőtt csapatot, és minél több fehérvári nevelésű játékos szerepeljen ott. Hiszen nem feledhetjük, hogy tehát ha még egy kicsit visszamegyünk az időben, hogy 2013. januárjában lettél a klub menedzsmentjének tagja, plusz sportigazgatóként az akadémián dolgoztál. Viszont ha 99-et nézzük, 60 gyerek volt először. Most pedig több mint 600 és minden korosztályban. Mennyire volt tudatos ez az építkezés? Hiszen azért tudjuk, hogy a nagy női kosárlabda csapatok árnyékában, tehát itt a Diós Győr, BSE, most mindegy, hogy felsorolom vagy sem, egy olyan klubot kellett tudatosan építeni, amely nem csak átszálló jegyet váltott, hiszen itt az elsődleges, az utánpótlás nevelés volt először. Így van, az utánpótlás nevelés volt az elsődleges cél,
De jelenleg is játszanak A csoportban olyan játékosok, akik Fehérváron kezdték el a pályafutásokat, fehérvári születésűek, és a későbbiek folyamán mi szeretnénk, hogyha ők visszatértnének a szülővárosukba, és megfelelő szintet tudnánk ahhoz biztosítani, hogy ők itt játszanak, és itt folytassák a pályafutásukat. És vannak olyan fiatalok is, akik éppen amiatt, mert nem volt itt abban az időben jövőkép, elhagyták a várost, és ugye azon dolgozunk, hogy ez megfelelő perspektíva legyen az ő számukra is, hogy itt visszatérjenek Fehérvárra, itt folytassák a pályafutásukat, és nem beszélve azokról a gyerekekről, akik ugye durván majdnem 150-200 lány is van ebbe a 600-as kosárlabdázói létszámba, hogy azok a gyerekek, akik itt kosárlabdáznak Fehérváron, és nem érik el azt a szintet, és ez legyen lány, vagy legyen fiú, azért valamilyen szinten tudjanak kötődni a városhoz, ha lehet, akkor ne is hagyják el a várost, hanem maradjanak itt Fehérváron, hogy a későbbiekben, a civil életben, avagy a kosárlabdához kapcsolódó életükben ne kelljen nekik más városokba elhelyezkedniük, vagy más városokba elmenniük, hogy érvényesüljenek. Igen, én látom, hogy ez egy jó út, amit ti választottatok, hiszen visszatért a mester, az az edző, aki Székesfehérvárra indulva megjárta a hadak útját, ha úgy tetszik, számtalan csapatnál dolgozott, magas szinten, Szent Pál Gergőre gondolok, és most visszatért, de ugyanez vonatkozik játékosokra is, például Laufer Gabi, aki majd vendégünk lesz egyébként itt ebben a beszélgetés sorozatban. Tehát tudatosan igazoltatok? Kezdjük az edzővel, mert szerintem egy 12 csapatos első osztályban, kosárlabdában mindenképpen egy olyan mesterre van szükség, aki szakmailag megállja a helyét egyik oldalról, másrészt pedig, ha a klubot nézzük, akkor annak a nevelő eszközeit kell, hogy használja, hiszen vég nélkül nem lehet igazolni, tudjuk jól. Tehát ez egy egységes... Igen, mert a Gergő évekkel ezelőtt ugye dolgozott itt Fehérváron, aztán... Hát szoború családi okok miatt ő hazatért Pécsre, de nekünk volt egy olyan, talán idézőjelben mondhatom, hogy megállapodásunk, hogy ez egy befejezetlen történet volt az ő részéről, és most adott a lehetőség ahhoz, hogy egyrészt elinduljunk fölfele, mint akadémia, és a célokat úgy fogalmazzuk meg, hogy az A-csoportos indulás lesz a cél. Másrészt ő is egy olyan fiatal edző, akit próbálunk menedzselni, mint ahogy az összes többi olyan edzőnket, akik dolgoznak nálunk, mert szeretnénk nem csak a játékosokat kinevelni, hanem edzőket is kinevelni, a fehérváriakat, avagy fehérvári kötődésű volt játékosokat elindítani ezen a pályán, hogy az ő saját tapasztalataikat meg tudják osztani azokkal a fiatalokkal, akik ezt a szép sportágat választják. Tehát ez tudatos választás volt. Abszolút tudatos volt ő is. Abszolút tudatos az a választás is, vagy az a döntés is, hogy a Laufer Gabi visszakerüljön Székesfehérvárra, hiszen Fehérvárról indult el ő is. És vannak még nevek, akik még úgy tervezzük, hogy idővel visszakerüljenek Fehérvárra. És megpróbáljuk tulajdonképpen nem évről évre egy teljesen új csapatot építeni, hanem folytonosságot biztosítani ehhez a női A-csoporthoz, mert meggyőződésünk, hogy csak úgy lehet igazából csapatot építeni, hogyha van folytonosság és ha van kötődés a városhoz. Ugye augusztus 12-én több mint egy hete megkezdődött a felkészülés. Milyen gondolatokkal? Hiszen most egységes kerek a csapat. Van egy célkitűzés. Nyilvánvaló, hogy itt nem arról beszélünk, hogy bajnokságot kell nyerni, hanem megerősíteni azt a pozíciót, ami azért bizonyságot ad a közönségnek és a klubvezetésnek arról, hogy érdemes ezt a rengeteg munkát befektetni. A Kornéla mindig azt a szót használjuk, hogy versenyképesség, tehát amikor pályára lépünk, és ez legyen ez a női A-csoport, vagy a fiú B-csoport, a piros csoport, tehát, hogy versenyképesek legyünk. Aztán, hogy ez mire elég, azt majd meglátjuk. Nyilván az alapvető célkitűzésünk az, hogy egy biztos bennmaradást biztosítsunk. Amennyiben sikerül, akkor nyilván nem fogjuk azt mondani, hogy ne jussunk a rájátszásba. Nyilván ez nagyon sok mindentől függ attól, hogy milyen csapatot sikerül összeállítanunk. Nyilván újoncok vagyunk, tehát nagyjából ismerjük a mezőnyt, de ugye minden csapat minden évben egy picit változik. Nem nagyon tudjuk belőni azt a tudást, vagy azt a szintet, ahol mi tartunk egyelőre.
de mindenféleképpen a csapat erősítése is annak az irányába mozdult el, hogy legyen azért a csapat játékosai között azért olyan idősebb, rutinosabb játékos, aki már szagolt egy kis puskaport. Azon felül ugye posztra olyan játékost is kell hoznunk, aki magyar szinten nem megoldható, tehát a tervek szerint két külföldi fog szerepelni a csapatunkba, de nem adjuk fel az elveinket, tehát most is jelenleg három olyan fiatal készül a felnőtt csapattal, akik a saját utánpótlásunkból kerül ki a már meglevő között, mert említhetem ugye a Laufer Gabit, aki visszatérő volt, de a Dávid Miát, aki szintén fehérvári nevelésű, és vannak olyan fiatalok, akik itt kezdtek el kosárlabdázni, nagyon fiatalok még, éppen hogy betöltötték a 16. életévüket, de már a felnőtt csapattal készülnek, és ez a példa, ami a következő generációk előtt lebeghet a szemük előtt, hogy ideig el lehet majd jutni. Tehát ez egy építkezés, és megvan az a kohéziós erő, ami biztosítja a további fejlődést is. Mi azt gondoljuk, hogy igen, tehát valahogy így lehet egy olyan csapatot felépíteni, ami a későbbiek folyamán versenyképes tud lenni majd, már az említett Miskolccal, akár a Sopronnal, akár a Szekszárddal, és szeretnénk majd előbb-utóbb eljutni arra a szintre, hogy ne csak versenyképesek legyünk, hanem a későbbiek folyamán eljussunk egy nemzetközi kupaindulásra jogosító helyezésre is, és a város nevét tovább vigyük. Rövidesen elkezdődik a bajnokság, hol lesznek a hazai mérkőzések? Alapvetően ugye úgy tűnik, hogy a város támogatásával, a polgármester úr támogatásával az Alba Régia Sportcsarnokban tudunk játszani a bajnoki mérkőzéseinket. Nyilván a felkészülés alatt azért nekünk alkalmazkodni kell az ottani felnőtt csapat, férfi felnőtt csapatnak a programjához, de a mérkőzéseket remélhetőleg akkor ott is tudjuk játszani. Én azt gondolom, hogy hosszú-hosszú évek óta ugye hiány volt ebből, hogy a női kosárlabda szerepeljen az A-csoportba. Szerintem nagyon-nagyon sokaknak, én is nagyon sok embert ismerek, akiknek van kötődésük a női kosárlabdához. Én azt gondolom, hogy még mindig érdekli őket esetlegesen ez a sportág. És mivel vannak hagyományai ennek a női csapatnak, ezért azt gondolom, hogy a nézőszám is majd szépen lassan, remélhetőleg az eredményességgel karöltve egy picit majd emelkedni fog. Történik így? Mikor kezdődik a bajnokság? Szeptember 26-án, hogyha minden igaz. Hát akkor még van egy hónap majdnem a felkészülésre. Én azt hiszem, hogy kikristályosodik, hiszen az elv mentén, ahogy eddig dolgoztatok az akadémián, mindenképpen megerősítetik bennem is, illetve a kosárlabda rajongókban mindenképpen, hogy egyrészt szükség van a női kosárlabdára Székesfehérváron, másrészt pedig egy olyan szakmai vezetés segíti ezt a munkát, ami egyrészt a biztos bennmaradás, másrészt pedig majd felfelé ívelő pályafutást ígér a női csapatnak. Ehhez kívánok erőt, egészséget, sok-sok munkát, nincs kétségem felőle, hogy lesz belőle bőven, és hát persze sikereket. Én azt ígérem, hogy mi pedig ott leszünk és szurkolunk, és megmutatjuk ezeket a mérkőzéseket. Patifú, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és akkor hajrá továbbra is. Köszönöm, és köszönjük, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia női kosárlabda csapatának vezetőjével, Matus Gáborral beszélgettünk arról, mi vár a női csapatra az új első osztályú szereplése során. Természetesen folytatjuk ezt a beszélgetés sort, hiszen jó néhány játékos, illetve a csapat mestere is megszólal. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.